Jó napot kívánok! Hétfő délután látogatott a nyírmegyesi gyárba Szijjártó Péter. A miniszter röviden egyeztetett a cég képviselőivel a fejlesztésről és a jövőbeni tervekről. A gyáravaton részt vett Kovács Sándor, a térség országgyűlési képviselője is, aki azt mondta, a régió termelői abban érdekeltek, hogy feldolgozás után értékesítsék terményeiket. Nekünk itt Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében azt gondolom a lehető legnagyobb elköteleződésünk afelé kell, hogy legyen, hogy az itt megtermelt jó minőségű magyar nyersanyagból ne nyers formájában jusson el külföldre vagy a piacra, hanem minél magasabb szinten dolgozzuk fel. Ennek vagyunk itt tanulni a borsó és a baba vonal bevezetésével. Azt gondolom, hogy ez mellett támogatnunk kell, és össze kell fognunk, és nem tudom, hogy miniszter úrnak nyilvános ez a státusza, hogy a gazdaság újraindításáért felelős operatív törzsnek a vezetője, és ez a törzs felel annak az összehangolásáért, hogy a vidékfejlesztési programok, és itt utalok más mezőgazdasági típusú beruházásokra, akár az élőállat feldolgozására, akár ennek exportra jutására, vagy akár a mezőgazdasági termelők takarmánykeverésére és egyéb beruházására, valamint a már említett GINOP, ahogy mi fordítjuk le projekt nyelvre, azoknak a pályátoknak a maximális kihasználására. Az eseményen résztvevő Szijjártó Péter hosszan sorolta, hogy az 560 millió forintos beruházás során, amelyhez a kormány 280 millió forint támogatással járult hozzá, milyen fejlesztéseket valósítottak meg. 1100 négyzetméterrel bővült a gyártási terület, 2200 négyzetméterrel bővült a raktározási terület, és új gyártási technológia beszerzésére is sor került, amelynek nyomán a termékportfólió új termékekkel, borsóval, babbal tud kiegészülni, és kettő esztendő alatt mintegy 30%-os termelés növekedésre nyílik lehetőség 10.000 tonnáról 13.000 tonnára. Ráadásul az itt előállított termékek jó minősége, magas színvonala, magas rost és fehérje tartalma miatt komoly az európai kereslet is ezekre a termékekre. 48%-a a vállalat bevételeinek a külpiacokról származik, ez pedig a magyar gazdaság teljesítménye szempontjából fontos. A tárcavezető arról is beszélt, hogy az élelmiszeripar eredményei hozzájárultak ahhoz, hogy a magyar gazdaság sikeresen kilábaljon a járvány okozta válságból. A vidéki Magyarország élelmiszeriparának köszönettel tartozunk azért, hogy a világjárvány ideje alatt megtapasztalt rendkívüli keresleti kilengések ellenére sem volt soha semmilyen ellátási zavar Magyarországon a tavalyi esztendőben. Ráadásul az idei esztendő első felében a magyar élelmiszeripar 11%-os növekedést tudott felmutatni. Termelési értéke a magyar élelmiszeriparnak meghaladja a 2000 milliárd forintot. Több mint 143 ezer magyar ember számára biztosítanak munka lehetőséget. Ezáltal nagy hatással vannak a magyar gazdaság egészének teljesítményére, így az élelmiszeripar első féléves 11%-os növekedése minden esetre jó reményeket ad számunkra ahhoz, hogy az 5,5%-ot nemzetgazdasági szinten az esztendő végére el tudjuk érni. A Parmen konzervipari ZRT kapacitás bővítése eredményeképpen új termékekkel egészül ki a cég kínálata. Terveik szerint két év alatt mintegy 30%-os termelés növekedésre lesz lehetőség, így 250 munkahely válik biztossá Nyírmegyesen.